Nincs, nem kell, hogy félelem legyen. Hölgyeim és uraim, magyarok, köszöntjük a független kisgazdapárt elnökét itt az emelvényen, dr. Tölgyen József urat. Isten hozta közöttünk Tölgyen József urat! Magyarok, honfitársaink! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, akik az ország legkülönbözőbb részeiről hajnalba kelvén megérkeztek már a Hősök terére. Hatalmas tömeg közeledik még a Hősök tere felé, hiszen számos autóbusz még most parkírozik csak, de már így is látható, hogy a mai tömegdemonstráció eredményes lesz. Mindenkit kérek arra, hogy a mai napon méltóság teljesen olyan módon vonuljunk a parlament elé, amikor is mindenki számára világos és érthető lesz. Nem szélsőségesek vonulnak fel, a magyar nép vonul fel. A nép soha nem lehet szélsőséges, a magyar nép... jelenti az országot, a magyar nép jelenti Európát, a magyar nép jelenti a következő 1100 évet, amelyet a Kárpát-medencébe tudunk tölteni, ha ma olyan módon tudunk együtt haladni, ha olyan módon tudunk összefogni, hogy elhárítsuk az újabb mohácsi vészt, amely fenyegeti hazánkat. Összefogva olyan életet tudunk teremteni a magyar népnek, amelyre 1000 év óta hiába várakozik. Most pedig átadom a szót mindazoknak, akik a hivatalos ünnepség sorozat megkezdésének bejelentése után a program szerint szólásra következnek, és kérek mindenkit arra, hogy majd, amikor elindulunk a Zandrási úton a Kossuth tér felé, és itt a téren is engedjék a sajtó munkatársait, hogy végezzék hivatásukat, hogy végezzék munkájukat. Senki ne sértse a sajtót, bármit is írnak rólunk, bármit is gondolnak rólunk. Úgy tudunk saját követeléseinknek hangot adni, ha a sajtó munkatársai munkája lehetőségét biztosítjuk. Fel a győzelemre! Boldog asszony anyám, régi nagy pátronám, nagy énségben lévén, így szólít meg hazán. Most pedig énekeljük el a 90. zsoltárt, te benne bíztunk elejétől fogva.
találkozunk, ha egyszer a mi vezetőink, a nemzetünk vezetője, a kormányunk ránk fog támaszkodni, ezt mi megérezzük, és egy egységes szövetségben csodákat fogunk művelni. Eljön az az idő, és ebben hinnünk kell mindnyájunknak, mert ez a jövő, hogy a gyermekeink és unokáink egy szebb és boldogabb Magyarországban fognak élni. Ebben hinnünk kell, higgyünk Magyarország szebb jövőjében, és higgyünk Magyarország feltámadásában. Köszönöm. Itt ma történelmet írunk. Ezt a napot merem remélni, aranybetűkkel írjuk be a történelem könyvekbe. És ez lesz az a nap, amely hazánk és talán Európa történetében is fordulatot hoz. Azért jöttünk, hogy ne veszítse el a hitét, reményét nemzetünk, hogy a történelem posványa ne húzzon le, ne borítson be bennünket. Hittünk abban, hogy 1990. március 25-e, április 8-a, május 2-a nemzeti reménységünk napja lesznek. Nem lettek azzá. Barátok tudunk lenni, de vétkes szingosai soha nem leszünk senkinek. Bort, búzán és vétkessége. Isten, áld meg a magyar! Kedves gazdatársak, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy a párt vezetése nevében a legforróbb szeretettel köszöntsem azokat, akik a mai demonstrációra egybegyűltek, hogy megmutassuk a kormánynak és minden kételkedőnek a kisgazdapárt oroszlán körmeit. Tisztelt barátaim! A mai napot a sajtó és azok, akiket barátainknak nem nevezhetünk, úgy harangozta be, hogy a haraglapja. Erről szó sincs. Közzétettük, hogy a mai napot a lehetőségek napjának tekintjük, és nem akarjuk senki szívemérét látni. A mi demonstrációnk békés tüntetés. Azonban tudni kell minden kisgazdának és mindenkinek, aki ma sorainkba áll, hogy a békés tüntetés is harc, küzdelem. Amikor erre az útra elindulunk, akkor célok lebegnek előttünk. Mi, akik 1956-ban a bőrünket vittük a Vágóhídra, és nem reszkedett a kezünkben a puska, ma se kaptunk meg a rehabilitációt. Ugyanakkor árulok, a nemzet eláruló, hogy máig is ott ülnek, és ők osztják a kegyet. Hát nekünk elég volt ebből. Amikor engem képviselőnek választottak, én nem azt hirdettem, hogy az adót emeljük meg, állandóan pléseljük az árakat, nyomjuk felfelé. Kérem! Nem érthetek egyet, hogy az új kormány is csak annyit tud, mint a rózsaszínűek, hogy állandóan emeli az árakat, meg nyomja az adóprést. Mert kedves barátaim, csak egyet a magam példájából. Annyira emelik az adókat, hogy a képviselői tisztelet díjamból 9 hónapot csak adóra fizetek. Akkor mi van a kis emberekkel? És amikor végignézek ezen a hatalmas tömegen, ahol itt vannak a mi testvéreink, barátaink, gazdatársaink, akkor igenis hittem, hiszem, hogy ennek a napnak még meg lesz az emlékezete a magyar történetben. Előre a győzelemre! A kormány nem tett eleget
a választási ígéreteinek. Itt nem volt semmiféle rendszerváltás. Itt vagyon és hatalom átmentés van. A kormány nemzetrontó politikát folytat. De ebből most már elég? Több megaláztatást nem viselünk el az Antal úr által a rendszerváltást imitáló, de valójában a régi elvtársulok kátlástalan hatalom átmentését segítő kormánytól. Miközben a magyar szabadság hercén mindenüket feláldozó forradalmárok szörnyűséges körülmények között élnek, addig a régi hatalom emberei kiváltságos életkörülményeket tovább folytathatják. A társadalom minden rétege az elit kivételével csalódott, főleg a becsapott parasztság. Gazdag, bolsevik elveket való, elit köpenyek forgató reformkommunisták és kiszolgálói, akik most is kihasználják a helyzetükből fakadó előnyüket, le kell építeni, el kell küldeni a hatalomból. Mert velük sohasem fog ez az ország a nyomor mocsarából kijutni. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, amikor itt önök, honfitársaim gyönyörködnek ezekben a csodálatosan szép beszédekben, amelyet minden szónok a szívéből mond, a magyarság tudatából mond, akkor egy szomorú, szörnyű dolgot kell bejelentenem, nem nyugszik a bolsevizmus. Leállították, akadályozzák az ide haladó vonatokat. Tűrnünk a saját hazánkban, hogy hazaáruló gazemberek még a gyűlésünket is megzavarják. Ma is a magyar parasztból kell kiinduljon a nemzet megújulása, a nemzet talpraállítása. Kiadtátok az országnak a katonát, kifizettétek az adót, kirendelkezzetek az ország sorsa fölött. Az a nemzet, amelyik nem törődik kellene ifjúságával, elveszti jövőjét. Üdvözlettel a független ifjúság! 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 A provokátorokat vessük ki sorainkból, most a magyar nép vonul fel a parlamentbe! Rengetegen Nem lehet tovább!
Tárgyalóban induljunk el, mert várnak bennünknek a kocsmatére. Találkoztál vele? Bicsúval találkoztam. Gergely, aha, Bicsúval. Két hete Gergely volt nálam, majd utána jó lesz. Kicsit levegőt adjatok az elnök úrnak. A magyar mezőgazdaság ismét világhírű színvonalra emelkedik. Éljen Magyarország! Éljen az értelmi, sem a barátsággal, a munkássággal! Bátok nem kell veled! Itt mindenki azért jött, már valaki 5200 forintból nem biztos, hogy megél egy hónap. Annyi a nyugdíja, kifizetni az adót, meg ezt. Ha miből él a vízdíjat, meg az áramdíjat, ha mi egy hónapi csak ott van, mi lesz? Mi lesz vele? Hát a fiatalokkal mi lesz? Hát elmennek iparitalanok, átküldik őket, már megszűnt a munkakör. Hát miért kell ezt megszüntetni, kérem? Mert még mindig azok ülnek az asztalnál, akik voltak, uram. Ne arra, hogy megkérdezhetjük, Magyar Hírlap közül négy szabadság. Milyen szervezet? Tessék szerzeni levenni! Nem válaszolok semmire, korrőnek név szabadságnak Magyar Hírlap. És ez neki legalább. Tessék levenni! Nincs riport, Magyar! Nincs interjú! Nincs interjú! Gyerekek, senkinek se egy interjú. Ezt mondta. Nem vagy főhatalmazva, nincs interjú. Filmezni, menjen minden oda hátrébb egy kicsit. Ne löbdössön már. Mi lófjuk? Hát itt löbdössön. Ő, menjen innen! Ott a Soma ki azt a gyereket, hogy ne nyugáljon a kamera elé. Mit nyugál a kamera? Hát persze, dehogy. Mű az, hogy rájön a Soma. Kérem szépen, adjanak helyet a napokat. Vezetőség, Tongán József és Kisgazda képviselő. Köszönjük a Kisgazda párt elnökét! Köszönjük Tongán József urat! Ne csináljon már!
a független kisgazdapárt elnökét, Bergen Józsefet, köszöntjük a párt többi vezetőjét, köszöntjük Cseh Sándort, a párt alelnökét, Kimolti Gézát, köszöntjük Somogyi Miklós urat, Tímár György urat, és mindegyik képviselőt, azokat, akik itt jelen vannak, azokat a több százezer embert, akik még az Alkotmány utca, Bácsi Zsilinszky utca végén vannak. Magyarok, legyünk együtt, fogjunk össze, hogy a magyar nép erőre keljen, hogy a magyar népet magyar emberek irányítsák, hogy magyarok legyünk, magyar képviselőink legyenek, és kérjük arra Tordján Józsefet, a kisgazdapárt valamennyi képviselőjét, valamennyi igaz képviselőjét, hogy legyen erőjük arra, hogy bennünket a parlamentbe képviseljenek. Itt van mellettem István József, itt van mellettem a párt többi képviselője. Kérem önöket, fogjuk meg egymást kezét, és tegyünk hitet a magyar eszme mellett. Tegyünk hitet a kisgazdapárt mellett. Magyarok, fel a győzelemre!